kinyitjuk a szemünket azért, hogy annak az egészségéről beszélgessünk. Dr. Ratka Imolát köszöntjük nagyon nagy szeretettel. Az árpáról és a jégárpáról szeretnénk ma megtudni minél többet. Egyáltalán mi a különbség a kettő között? Mi a hasonlóság és a különbség? Hát maga az árpa, akkor szögezzük le, hogy az a szemhéj szélnek, a mirigyeinek a gyulladása. Van ugye egy akut gyulladás, ami lehet belső és külső árpa. A szemhéj szélon, hogyha a külső részek, különböző mirigyek vannak, ezt most ilyet mondok, hogy Zeiss vagy Moll mirigyeknek a gyulladása, illetve a belső árpa pedig a belső mirigyeknek gyakorlatilag a gyulladása. Ezek mind akut gyulladások, úgy is hívjuk őket, hogy hordeólum, amiknél a mirigynek, ez a fagyú vagy velejtékmirigyeknek a kivezető csöve elzáródik, és az ott levő Staphylococcus aureus, ami gyakorlatilag különben ott van a bőrön, de valaki sokat koszos kézzel dörzsölgeti, sok sminket használ, akkor esetleg begyulladhatnak pollenektől, bármitől, elzáródik, és egy akut gyulladás kelt. Van olyan, gyere, valaki hajlamosabb, és van, akinek ez sose jön? A belsőnél, tehát a Meibom mirigyeknél, aztán kialakulhat egy krónikus is, ami krónikus gyulladás, tehát a Meibom mirigyeknél, azt úgy nevezzük, hogy kalázeon, az egy krónikus gyulladás, és ezt, ha oda jutunk, akkor meg kell nyitni. Először ugye fáj, piros, be van dagadva, kellemetlen érzés, mindenképpen kis antibiotikummal érdemes bekenni. Sajnos elég sok dolgot kivontak a forgalomból, de vannak olyan szemkenőcsök, amik recept nélkül is kaphatók, melegen lehet borogatni őket, gyakorlatilag van ez az úgynevezett párakötés, steril grészt is tudunk venni a gyógyszertárba, akkor az egyik az egy nedves, be van kenve, egy nedves, egy kis nylon fölötte és egy száraz, és ez éjszakára esetleg leragasztjuk. Ezen kívül, hogy a beolvadást elősegítsük, lehetnek infravörös lámpával, tehát besugaraz, hogy ami a gyulladást lokalizálja. És akkor nem az egész lesz dagadt, hanem egy ilyen kis kört, biztos mindenki látott. Veszélyeztetettek vagyunk mindannyian, akik sok nézünk és használjuk a szemünket árpa ügyben? Van, akinek szinte soha nincs árpája, aha, és van, akinek gyakrabban. Nem, azt hiszem, hogy nem. Tessék, itt vagyunk, mi jó. Százszázalékos árpátlanságot képviselem. Pontból, hogy esetlegesen van, akinek egy kicsit zsírosabb, szkvamózusabb a bőre, és akkor itt ezek a belső kis mirigykék elzárodnak, tehát ilyen kis zsírkáp képződések, ilyen kis felőcskék lesznek rajta. Ezt néha akár egy szemhéj toalettel, kis fülpucolóra teszünk egy kis babasampont alul, és picit megdörzsöljük. Akkor ezek kiürülnek, és nem beszélve, hogy a könyvfilmhez is jobban oda tapasztják. Hogyha a pollenes időszakban vagy valaki koszos kézzel, ne nyúljon a szeméhez, ne dörzsölgesse, mert ez is egy bizonyos hajlam. Kérdezte, tehát gyakorlatilag, hogyha nagyon sok előfordul, akkor ez egy cukorbetegség hajlamot is mutathat, hát illetve, hogyha kemoterápia után legyengül az immunszervezet, akkor sajnos ugye akkor is kialakulhat sokkal gyorsabban. És milyen a jégárpa? Maga a jégárpa egy krónikus gyulladás következtében, a Meibom mirigyek akut gyulladása egy hordeólum internum átmehet bele, de van, hogy ott egy kicsi gyulladás nem tud megfelelően kiürülni, és az már nem annyira génnyes, mint egy ilyen kocsonyás, mucinózus anyag lesz benne. Ez már nem fáj, de egy nagy gülű, legtöbbször a felső szemhéjnek a középső részén, tehát kozmetikailag elég csúnya, elmegy az orvoshoz, a páciens szemorvoshoz, és akkor meg kell nyitni. Pont ezt kérdeztem valahogy, szem vagy bőr? Mi felé induljon a beteg? Szemorvosság vagy bőrorvosság felé? Ez szemészet. Szemészetre elmegy, ott lehet kezelni gyakorlatilag, mert ezt rögtön egyiket sem nyitjuk meg. Tehát ez körülbelül ugye ez 2-3 hét minimum, és akkor van, hogy ha gennyes, egy akut gyulladás kiürülhet, akár kifelé, akár befelé, van, aki ettől megijed. Ennek kell örülni. Ugye ennek kell örülni, mert lehet, hogy gennyes gyulladás, de kiürül magától, akkor nem kell hozzányúlni. Mert azért itt egy lidokain injekció, akkor egy kis vértelenítő eszközzel rá van metszve a külső árpának a szemhéj széllel párhuzamosan, a belsőnél meg merőlegesen.
Jaj, és hát ugye már, hogy egy kis injekció, meg soha. Minden. Hát ettől az ember esetleg megijed. De aztán nagyon sokan vannak, akik ilyenkor ilyen házi gyógymódokkal állnak neki, a szemnél automatikus, hogy szép, valami baja van a szemnek, tegyünk rá kamillás borogatást. Erre hogyan hat? Van, akinek jót tesz a kamillás borogatás, tehát van, akinek ugye egy picit ilyen langyos, tehát meg lehet törölni mindig tisztán, erre nagyon kell figyelni. De valakinek tovább érleli, vagy erősíti. Allergiát okoz. Tehát van ilyen, hogy allergiát okozhat, és akkor nem jó. Hát már hallottam ilyet, hogy esetleg svédcseppet kell rátenni, vagy régen lereszelték a krumplit, és akár így az élesztő miatt így valamibe betették. Gézbe vagy valami. Igen, gézbe, és akkor hát segítette megírni. Hát voltak ilyen különböző gyógy, ezt tisztán kell tartani. Mm-hmm. Tehát azért ez egy fertőzés, tehát nagyon sok olyan dolgot, amivel tovább fertőzhetünk, nem kell, viszont egyikről a másik betegre nem megy át. Tehát ezt nem lehet elkapni, mert nem kell. Így nem. Viszont a hajlam örökölhető? Hát a hajlam kevésbé. Tehát szerint azon kívül, hogy a cukorbetegség hajlama nyilván örökölhető, vagy kialakulhat, de azért ez igazándiból nem. A zsíros bőr is örökölhető, tehát bizonyos dologban igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy